Üdvözöllek! Valószínűleg nagyon kevesen vannak olyanok, akik ne rendelkeznének valami olyan eszközzel, amelyben akkumulátor van. Hiszen még a legegyszerűbb mobiltelefonban is van akkumulátor, és azért mobiltelefonnal eléggé sokan rendelkeznek, de például egy tabletben is van akkumulátor, vagy akár lehet fényképezőgépben, kamerában is, és még egy csomó más eszközben is. Ezek az akkumulátorok manapság a lítium-ion akkumulátorok, ezek a legelterjedtebbek ezekben az eszközökben, illetve ezeknek a továbbfejlesztett változatok a lítium-polimer, amivel még azért annyira nem gyakran lehet találkozni, de tulajdonképpen azokra ugyanazok igazak, mint a lítium-ion akkumulátorra is. A legtöbben úgy nem különösebben foglalkoznak azzal, hogy egy akkumulátornak mit tesz jót, illetve mit tesz rosszat, hanem csak használják, ahogy éppen nekik kényelmes, viszont adott esetben a nem megfelelő használat akár jelentősen is le tudja rövidíteni egy akkumulátor élettartamát. Ez abban nyilvánul meg, hogy jóval gyorsabban lemerül a megszokottnál, illetve akár esetleg is fel sem lehet tölteni teljes egészében. Ez az állapot elkerülhetetlen a lítium-ion akkumulátoroknál, csak ugye azért nem mindegy, hogy például 1 év után vagy 3 év után következik be ez az állapot, amikor már használhatatlanná válik egy akkumulátor. Tehát vannak olyan dolgok, amelyekkel érezhetően meg tudjuk hosszabbítani egy akkumulátor élettartamát, és ez különösen akkor fontos, hogyha olyan eszközről van szó, amelyben az akkumulátor nem cserélhető, csak az adott eszköz szétszerelésével. És azért ilyen eszközök vannak, például a tabletek, vagy éppen a mobiltelefonok között is egyre több ilyen van. Hát ez esetben nyilván ez még problémásabb, mert ilyenkor nem csak az új akkumulátort kell nekünk kifizetni, hanem még a kicserélésének a költségét is, mert azért úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen vannak azok, akik otthon vállalkoznak például egy mobiltelefon szétszerelésére. Tehát, ha odafigyelünk néhány dologra, akkor meg tudjuk hosszabbítani az akkumulátorok élettartamát. Melyek lennének ezek a dolgok? Az egyik, amely nagyon hosszú ideig általánosan elterjedt tévhit volt, az az, hogy amikor megveszünk egy litium-ion akkumulátorral rendelkező eszközt, legyen ez akár mobiltelefon vagy akármi más, akkor azt az akkumulátor teljesen le kell meríteni, majd fel kell tölteni egészen 100%-ra. Nagyon sokáig ezt az utasítást még a használati útmutatókban is megtalálhattuk, annak ellenére, hogy erre egyáltalán nincsen szükség a litium-ion akkumulátoroknál, és egyébként sem célszerű mindig nullára lemeríteni, illetve ez nem is lehetséges, mert ha túlságosan lemerülne, az kifejezetten káros lenne. Sőt, egy olyan állapotot is elérhetne, amelyből a hagyományos töltőkkel már nem hozható vissza az akkumulátor az élők sorába. Azonban ilyen szintű lemerítés alapesetben nem lehetséges, pontosan ez miatt. Aztán el kell kerülni a hosszú ideig tartó töltést, mert ilyenkor nem minden, de sok esetben az úgynevezett csepptöltés jelensége lépett fel. Ez azt jelenti, hogy lemerül egy kicsit az akkumulátor, akár csak pár százalékot, majd újra feltöltődik 100%-ra, és ezt addig csinálja, míg a töltőt ki nem húzzuk. Ez miatt például, hogyha egész éjszaka töltjük, akkor ezt rengetegszer eljátsza, ami az akku életét érezhetően csökkentheti. Vannak olyan eszközök, amelyek ezt a jelenséget meg tudják akadályozni, de közel sem mind ilyen. Persze nyilván kényelmes reggel teljesen feltöltött, például mobiltelefonnal elindulni, de akkor el kell fogadni, hogy esetlegesen az akku az gyorsabban megy tönkre, ugyanis az akkumulátorok egy bizonyos számú lemerülést és feltöltést bírnak ki, aztán a teljesítményük egyre inkább romlik, egyre gyorsabban merülnek le, valamint fel sem lehet őket tölteni 100%-ig. Itt van egy ábra egyébként erről, ezen a weboldalon, itt látható. Összesen 11 darab lítium-ion akkumulátort vizsgáltak meg, és látható itt van 250 feltöltésről volt itt szó, miután teljes egészében lemerítették őket. Tehát teljesen lemerítették, majd feltöltötték 100%-ra. Alapvetően ilyen 95%-os kapacitásról indultak eredeti állapot. Látható, hogy a 250 teljes lemerülés és feltöltés után mennyire csökkent a kapacitásuk. A kezdeti majdnem 95% volt a legjobb esetben, hát látható a legrosszabb esetben 75% alá ment. És azért a 250 elsőre lehet, hogy soknak tűnik, de hogyha naponta töltjük mondjuk minden éjszaka, akkor még egy év sem telik el, és már is 25%-ot csökkent a legrosszabb esetben legalábbis itt. 25%-ot csökkent a kapacitása, úgyhogy még egy évig sem használtuk. Ami azért eléggé jelentős, hogy ez így folytatódik, akkor gyakorlatilag körülbelül másfél éven belül ki is dobhatjuk ezt az akkumulátort. Persze azért látható, hogy itt vannak jobb minőségű akkumulátorok. A legjobb esetben csak 85% alá csökkent
csökkent a kapacitása. Vagyis befolyásolja az is a lítium-ion akkumulátorok életének idejét, hogy milyen módon töltjük őket. A teljes lemerülés, aztán feltöltés jellemzően a lehető legrosszabb módszer, ez rövidíti leginkább az akkumulátorok életét. Erről egyébként itt van egy ilyen táblázat. Ez a táblázat azt mondja meg, hogy hányszor merítették le, majd töltötték fel az akkumulátort, amíg 70%-ra csökkent a kapacitása. Amint az látható, 100%-os lemerülés, tehát a teljes lemerülés esetén összesen 3 és 500 közötti lemerülést, illetve feltöltést bírtak ki az akkumulátorok. Ami azért nem túlságosan sok idő, mondjuk az 500 nap, a 300 meg aztán pláne kevés. Viszont amikor csak 50%-ig engedték lemerülni, akkor látható, hogy még a legrosszabb esetben is 4-szeresére növekedett a feltöltések száma. Tehát 1200-szor, vagy éppen 1500-szor tudták ezt eljátszani, míg az akkumulátor teljesítménye 70%-ra csökkent. Tehát gyakorlatilag az eredeti kapacitás 70%-át tudta biztosítani ezek után. És ha most egy picit utána számolunk, akkor azt látjuk, hogy 100% 50%, tehát 50%-ot tudtunk tölteni 1200-szor, szemben 100%-ot 300-szor. Hogyha most ezt átszámoljuk, megfelezzük az 1200-at, akkor az 600 lesz. Tehát gyakorlatilag kétszer annyiszor tudtuk feltölteni teljesen, mint hogyha 100%-ra lemerítettük volna. Tehát tulajdonképpen ezzel megdupláztuk az akkumulátor élettartamát. Azzal, hogy nem engedtük 50% alá lemerülni. Aztán itt van a 25%, illetve a 10% is. Hát nyilván azért ugye a 10%-ot betartani azért ezt elég nehéz. Hiszen főleg egy mobiltelefon esetében azért magunkkal visszük, használjuk. A 10% azért az hamar lemerül, meg a 25 is, de azért az 50 az már talán úgy betartható. Amivel tulajdonképpen megduplázzuk az akkumulátor élettartamát nagyjából, mondhatni. Aztán a következő a hőmérséklet, ami szintén befolyásolja az akkumulátorok élettartamát, bár az összes tényezők közül talán ezt tudjuk legkevésbé befolyásolni. Itt van az ábra. Ez azt mondja, hogy mennyire csökkent a kapacitása különféle hőmérsékleteken. Hát látható, hogy a magas hőmérséklet az kifejezetten nem tesz jót az akkumulátornak. Tehát lehetőleg alacsonyabb hőmérsékleten kellene ezt tárolni. Hát ez nem mindig megoldható, illetve itt írják, hogy nem minden lítium-ion akkumulátor viselkedik hasonlóan. Ezen kívül a töltő feszültsége is befolyásolja az élettartamot. A magasabb feszültség nagyobb kapacitást, viszont rövidebb élettartamot eredményez. Itt látható, 4,3 volt milyen töltöttséget eredményez, illetve 4,2 volt. Ha 4,2 volt fölötti feszültséggel töltjük, akkor az megrövidíti az élettartamát. Illetve, ahogy a feszültséget csökkentjük, amint látható, annál jobban megnő az élettartama az adott akkumulátornak, ugyanakkor nem tudjuk 100%-ra feltölteni, amint látható. 4,1 voltnál 80%-ra csökken teljes töltéssel a kapacitással. Ugyanakkor ez az élettartamára kedvező hatással van. A tipikus érték ez miatt a 4,2 vagy annál egy picit kevesebb töltési feszültség. És egyébként itt látható is egy ilyen ábra, ahol írják is, hogy a magasabb feszültségen való töltés megnöveli a kapacitást, de csökkenti az élettartamot, illetve a biztonságos használatra nem túl jó hatással van. Amint látható, itt van a teljes kapacitás, hogy milyen mértékben csökkent a feltöltések után. Itt van ugye az 500 feltöltés, itt pedig a 400, 4,2 volttal, amint látható, ez itt a fekete vonal, hát itt csak egy picit csökkent a kapacitása, nem túl vészesen, de azért észrevehetően. Ugyanakkor hát látható 4,35 volt esetén, hát igen, ott azért már jelentősen lecsökkent, hát gyakorlatilag megöltük az akkumulátort, nagyjából a 200. feltöltés környékén. Így aztán nem célszerű a gyáritól eltérő feszültséggel tölteni egy akkumulátort. Összegezve tehát lehetőleg nem erüljön le az akkumulátor nullára, helyette inkább többször kellene tölteni. A táblázatban is látható volt, hogy milyen összefüggés van a lemerülés és az élettartam között, vagyis a több kisebb töltés kifejezetten kedvez az akkumulátorok élettartamának. Viszont a többszörű töltésnek mondjuk az a hátránya az egyik, hogy oda kell rá azért figyelni, illetve jobban igénybe veszi a töltő bemenetet, főleg gyengében sikerült konstrukciók esetén. Viszont mikro-USB-k esetén van ehhez egy nagyon hasznos eszköz, ilyen mágneses kábel. Ez amint látható,
Úgy működik, mindjárt megkeresem azt a képet, itt van. Úgy működik, hogy kettő részből áll. Van ez a része, amit fogunk, bedugunk, mint egy hagyományos USB kábelt a töltőbe. Ez mindig benne van itt az ábrán látható. Majd van ez a kábel része, amit szépen rá illesztünk, és ez mágnesek segítségével rá fog tapadni, így az érintkezést megvalósítja. Viszont ez a micro USB rész, ez mindig bent maradhat, egyrészt lezárva a micro USB bemenetet, másrészt biztosítva a nagyon egyszerű és sérülésmentes csatlakozást a kábel számára. Itt látható egy ábra, tehát ez így néz neki. Ez bedugjuk az adott eszközbe, ez akár lehet mobiltelefon vagy tablet, vagy bármi, aminek micro USB bemenete van. Ezt pedig csak közelítenünk kell hozzá tulajdonképpen, és a mágnesek segítségével szépen rátapad. Ezáltal megkíméljük az adott eszközön lévő micro USB bemenetet. Ez tudomásom szerint jelenleg még csak külföldről rendelhető, például erről a Tiny Deal weboldalról, hát most éppen akciós is 1500 forint, egyébként azért drágább lenne 3000 forint, vagy akár például előre a weboldalról is megrendelhető, amint az látható. Hogyha rákeresel így módon, akkor itt van. Itt van rögtön a legelső találat, vagy a második például. Ennek az az előnye, hogy ez három színben kapható, amint az látható. Viszont ez a Tiny Deal-es itt jelenleg még csak fehér színben van. Ez nem egy rossz ötlet, én úgy gondolom ezt használni abban az esetben, hogy gyakrabban szeretnéd tölteni a mobiltelefonod, vagy akármilyen eszközöd, és szeretnél vigyázni a micro USB bemenetre, ami azért úgy viszonylag sérülékeny, odafigyeléssel kell csatlakoztatni rá a kábelt.